Sokáig maga elé nézett, most viszont a kiesés elkerüléséért küzd a mezőköves, de amely a legutóbbi 6 meccséből 5-öt elveszített. Ennek megfelelően felállást is változtatott Kuttor Attila, és 4 helyen kicserélte a kezdőjét a Puskás elleni 0-1-hez képest. Farkas Bertus, Vajda és Pekár került be a csapatba. Szalai orcsontörése, cseri a foga begyulladása után csak a kispadon szerepel, míg a válizomszakadást szenvedő Molnár még ott sincsen. A DVTK vendégként az előző 24 bajnokiából csak 2-t nyert meg, most viszont égető szüksége lenne mindhárom pontra. Egyetlen változás a Paks elleni 1-0-hoz képest, Tóth Barnabás került be Vernes helyére, Bárdos, Mazalovic, Makrai, Usman és Forgács is sérült, Tajti viszont ismét bevethető, igaz, ő csak a kispadon kapott most lehetőséget a kezdőben, nem. Szappanos, ő is megszólalt a játékos kijáróban. Fordulott bearangozó műsorunkban, és elmondta, hogy bár az NBA-ben kevesebb ilyen meccse volt, azért rutinosnak gondolja magát, hogy távoli lövés, ami nem okoz problémát neki. Gyuhar. Érkezik a beadás, és ez is jó, még gól! Megszerzi a vezetést a mezőkövest, egymásra várt az összes DVTK védő, Pekár pedig köszönte szépen. Rögtön az első helyzetét kihasználja a mezőkövesd. Itt van még egyszer a beadás, nagyon szabad, és hozzá tud még érni. Bőven-bőven jön az a kérdés, hogy minek mutogat Juhar, hogy les volt, amikor egész egyszerűen csak mennie kellett volna az emberrel. Drezsicsot lehet dicsérni, azóta nem szerez, hanem előkészít. Középen érkezik, és remekül fejezi be. A szép, ez is jó még. Vajda jobban lő! Itt van, hogy megkapja. És aztán elővi jobbal, éppen, hogy mellé. Lejön Pekár, a helyén pedig Cseri. Cseri tapsol, tudja, hogy ez egy nagyon jó eredmény, amit a csapat eddig kiharcolt. És most az lesz a feladata, hogy vele együtt megőrizze az előnyt. Az pedig egy szép emelés és egy óriási védés. Tamásnak sikerült majdnem átemelni a szappanost. Remek mozdulat, és pont behullott volna. Vajda is lejön, utalja a helyén. Utari. Cserélő, 2-0! A két csere hozza össze, és ezzel gyakorlatilag bent tartja a mezőkövestet az NB1-ben. Gyakorlatilag ezzel a mezőkövest kiszáll a kiesés által fenyegetett csapatok sorából, tökéletes lövés Cserétől. Antal nem véletlenül mérges, mert 20 méterről teljesen szabadon lőhetett szemben a kapuval. 2-0. Mutari kapja, és aztán még cipeli is, Drezsicsnak vissza, Eccsel, Drezsics lövi el, Antal, nincs még vége, majdnem összehozta a harmadik gólt a DVTK, miután már egyszer felszabadult a kapuja. Itt van Drezsics lövése. Jobb lehetőség, 3-0, semmiből megint Mutari kilép, és ezzel már-már megalázóvá teszi a DVTK vereségét. Nem csak a 3-0 miatt, hanem azért is, mert talán érthető, hogyha azt mondom, a játékképe alapján osztálykülönbség van a két csapat mai játéka között. Itt van még egyszer, nem volt les, Mutari pedig ahogy kell bevágja a léc alá.